Jó napot kívánok, kedves nézők! Milánóból egyre inkább fokozódnak az izgalmak, mindez persze nem csoda, hiszen megkezdődik a döntők sora. Női kajak egyes 1000 méter, egészen fantasztikus mezőnnyel, összesen 5 világbajnok a mezőnyben, persze nem mindannyian ebben a számban győztek, hiszen 1000 méteres döntőket csak 1997 óta rendeznek világversenyen. Az egyesen a belga Delphine van Devenne, a kettesen a lengyel Esbeta Urbáncsik, a hármasen a német Katrin Kízeler. A négyesen Caroline Brüné, ő vezet, az ötösen az olasz Josefa Idem, a címvédő, a hatosan az osztrák Ursula Profanter, a hetesen a milányunk Kovács Katalin, hozzánk itt most a képen legközelebb, és ha jól látom, akkor a harmadik helyért van nagy-nagy csatában, Esbeta Urbáncsikkal. A nyolcasen a holland Nicole Bülk, a kilencesen pedig a brit Trisha Devi. Hát a papírformának megfelelően én azt hiszem, hogy Caroline Brüné és Josefa Idem a két legnagyobb esélyes. Idem ugye a címvédő, az idei Európa-bajnokság győztese. Caroline Brüné viszont torony magasan a legjobb időt futotta, még az előfutamból jutott döntőbe. Egyedül ő produkált 4 percen belüli eredmény. Brüné, Idem és hozzánk legközelebb Kovács Katalin, akkor amikor túl vagyunk már a táv egy negyedén, tehát 250 méteren. Kovács Kati most először indul egyest világbajnokságon, de az idei esztendőben megmutatta, meghillantotta már oroszlán körmeit, hiszen 6 számban indult az Európa bajnokságon, és mind a 6-ban érmes volt, 1 arany és 5 ezüst a mérlege. Brüné és Idem egyelőre nem nagyon lehet közöttük különbséget tenni, talán néhány centiméterrel. Caroline Brüné a 6-szoros világbajnok az, aki vezet. A 97-es VB-n hazai pályán Dartmouthban ő győzött, tavaly pedig második volt. Megosztoztak eddig Idemmel a két világbajnoki címen. Brüné, Idem és Kovács Kati. Ursula Profanter az, aki megpróbál lépést tartani a vezető hármassal. Brüné és Idem előnye majd egy hajó hozta a harmadik helyen lapátolni Kovács Katalinnal szemben. És már szóba került az, hogy az ötöső nevező Idem az Európa-bajnok, Kovács Katalin éppen ebben a számban szerzett ezüstérmet Zágrában az Európa-bajnokságon. Nagy hajrá lesz, az aligha kérdéses és aligha kétséges. Brüné és Idem. Az olaszok körülbelül most már sejtik, hogy mekkora teher és mekkora felelősség volt tavaly Szegeden a magyaroknak versenyezni hazai pályán. Óriási az elvárás. Amikor azt latolgatják az olaszok, hogy ki nyerhet, akkor hát Antonio Rossit is mondogatják párosban, Lucignolival, illetőleg Beniamino Bonomival, de elsősorban Josefa Idemre gondolnak. És most gondolhatnak is, hiszen 750 méternél Josefa Idem vezet, Brüné a második és Kovács Kati a harmadik helyen. Kovács Kati előnye a mögötte lévőkkel, a mögötte lapátolókkal szemben több mint egy hajóba. Ez nagyon-nagyon szép teljesítmény lenne, egy világbajnoki dobogó, egy világbajnoki érem. Rögtön az első fellépéskor, az első induláskor Kovács Katinak, hiszen említettem már, hogy most először indul egyes VB-n. Brüné átvette a vezetést Josefa Idemtől. Persze Idemet nem kell félteni, nagy-nagy hajrás, de Brüné is kitűnően hajrázik, és úgy tűnik, hogy nem lehet Caroline Brünét megverni. Tavaly meg lehetett, akkor csak ezüstérmes volt, nézzük Kovács Kati, semmi, de semmi nem veszélyezteti, és nem fenyegeti az ő bronzérmét, sőt, hogyha jól hajrázik, akkor akár még az ezüstérmet is meg lehet szerezni, nem? Sajnos azt már nem, de ne legyünk telhetetlenek. Caroline Brüné a végén már nem is lapátol, ő a világbajnok, Idem a második, és Kovács Katalin a harmadik. Nem kezdődik tehát rosszul számunkra, mit nem kezdődik rosszul? Nagyon-nagyon szépen kezdődik, kitűnően kezdődik. Kovács Katalin világbajnoki bronzérmes felállhat tehát a dobogóra, és a képen a világbajnok a kanadai Caroline Brüné, akinek pályafutása során ez már a 7. világbajnoki címe, Idem pedig csalódott.